A mai előadónk Szántó Péter, aki a B-Creative Social Media médiával foglalkozó startup ügyvezetője, CEO-ja, és arról fog beszélni, hogy a social médiával hogyan tudod a social médiát felhasználni a startupod, a céged marketing kampányához. Átadom a szót Péternek. Köszönöm szépen. Sziasztok, engem Szántó Péternek hívnak. Lehet hallani hátul? Próbáltam megfogni az előadást onnan, hogy startupok, közösségi média, és mégis itt fiatalabb közönségnek beszélek, és mind a kettő a szenvedélyem. Hogy az életutamon keresztül szeretném nektek bemutatni azt, hogy hogyan is épülhet fel egy olyan startup, ami a social media szolgáltatásaival foglalkozik, és hogyan lehet mellette egy startupot csinálni, és hogyha bármelyikőtök is gondolkozik abban, hogy csináljon, akkor miket lehet kihasználni. De mi is az, amiről beszélünk? Hoztam egy kis videót, ez a Facebooknak egy kampánya volt 2 éve, amikor behozott egy új szolgáltatását. Hangulatcsinálónak nézzük meg. Szemantikus web, és a Facebook elérkezett abba a korba, hogy értelmezi intelligensen azokat az információkat, amit kap. Ez azt jelenti, hogy a nevünket tudja érzékelni, azt, hogy mit csinálunk, hogy milyen alkalmazásba csináljuk, és hogy kikkel csináljuk. Ezáltal bárki bárhol lehet, meg tudja osztani az élményét, és olyan érdeklődési körök tudnak kijönni, ami eddig nem. És az érdeklődési köröknél bemutatom magamat. Szántó Péternek hívnak. Röviden a történetem az az, hogy egy közgazdasági szakközépiskolába jártam, és nyilván a közgázra szerettem volna menni, ahova szerencsésen bekerültem, és marketing kommunikáció érdekelt mindig is. Ennek az az oka, ami szerintem érdekes a jövőbeni dolgok miatt, hogy mindig is érdekeltek a közösségek. Figyeltem, hogy az emberek miként alakítanak ki kapcsolatot, mivel szeretnek szívesen foglalkozni. És erre nagyon jó lehetőség volt az, hogy a közgázon kommunikációt, marketing kommunikációt tanultam. Azonban éreztem azt, hogy ez nem elég, nem kapom meg azt a tudást, ezért egy gyerekkori álmom vált akkor valóvá, amikor ki tudtam menni Amerikába, és ott tudtam tovább tanulni marketing kommunikációt, és ott találkoztam először a startupokkal. Megláttam azt, hogy nem csak alkalmazottnak lehet elmenni, vagy nem olyan vállalkozásokat lehet indítani, mint egy tradicionális nevez, mondjuk egy zöldséges, vagy egy valamilyen boltot, hanem lehet ugye startupot indítani, ami tudjuk, hogy az, ami nagyon gyors növekedés előtt áll, egy óriási nicse piacra, egy lehetőségre tapint le, és sokszor ezért befektetőre van szüksége. Ebbe beleláttam, tanultam sokat, és úgy döntöttem először, hogy hazajövök, befejezem az egyetemet itthon, és újra egy döntés előtt álltam, hogy további tapasztalatokat cégeknél szerzem, ahol szakmai gyakorlaton voltam, vagy pedig tovább megyek és megpróbálom a sajátomat. Ez lett az első cégem, amit bootstrappeltem, teljesen a nulláról indítottam el, és B-Creative-nak hívnak. Erről később fogok beszélni. Elindult a vállalat,
és éreztem, hogy megint hiányzik a tudás. Hiányzik az a vállalkozói tudás, amivel igazán nemzetközi szinten globálisan lehet gondolkozni. És akkor újra egy posztgraduális programra kimentem ugyanarra az egyetemre, Los Angelesben, ahol konkrétan azt tanultam meg, hogy egy startupot hogy kell felépíteni, és milyen eszközök segítenek rá. Utána megint egy nehéz döntés előtt voltam, majd kiderül pár év múlva, hogy amit hoztam, az jó lesz, hogy újra hazaköltöztem, mert úgy gondoltam, hogy ahol a szívem, ott van az otthonom, és nem feltétlenül csak a pénz irányít minden. Biztos volt benne, hogy szakmailag sokkal magasabb és durvább szinteken lehetnék, hogyha Los Angelesben maradtam volna, viszont nagyon izgalmas itt is. Izgalmas itt is meccseny startupot, a sajátomat Touchco-nak hívják, Touchco, jó kis magyar eredettel, és erről is ez lesz a második rész, amiről szeretnék beszélni. De az érdeklődési körök kapcsán, hogyha már megnéztük azt a videót, itt van, hogy milyen zenéket szeretek, milyen filmeket, sorozatokat nézek, és tudom ajánlani a könyveket is. Ezek mind olyan dolgok, amiket a Facebookon belájkoltam, ezt látják a barátaim, ismerőseim is, és amik bejönnek most, úgynevezett szemantikus keresési módszer, én meg tudom találni úgy a barátaimat, hogy tudom, hogy ki az, aki azt a sorozatot szereti. És ezzel tudunk akár virtuálisan, vagy közösen mondjuk egy sorozatnézőestét tartani. Csapjunk is rá, miről fogok ma beszélni. Két cégemet szeretném bemutatni. Az első a BeCreative, ami egy bootstrappel, social media tanácsadással foglalkozó vállalkozás. A második egy anti-lean startup. Ki az, aki tudja, hogy mi az, hogy lean? Itt? Azért definiálom. A lean az, amikor szinte tőke nélkül egy ötletet addig fejlesztünk és megyünk tovább, igazából kockázati tőkebefektetés nélkül, amennyire csak lehet. Prototípus gyártunk, kiadunk hozzá egy alkalmazást, és megnézzük, hogy mi lesz belőle. Ez most egy nagyon divatos dolog, a Touchco pont ennek az ellentétje. És a végére végül is mégiscsak social médiáról beszélünk, igaz az egész előadás során el fogok mondani különböző trükköket, titkokat, de a végén összefoglalok hármat. Kezdjük a BeCreative-val. Az ötlet egyszerű volt, egy full service ügynökség, egy reklámügynökséget indítottam 2009-ben, és a saját ismerettségeim, illetve ismerőseim ismerettségeim keresztül, illetve az egyetememen keresztül hozok be új üzleteket. Egyetlen probléma volt, hogy a Google találatok alapján full service reklámügynökség 72 000, social media ügynökség pedig csak 6970. És itt elgondolkoztam azon, hogy mi az a niche, mi az, amivel érdemes foglalkozni. És van az a mondás, hogy minden út Rómába vezet, interneten pedig Facebook a Róma. 2009-től nagyjából így nézett ki a Facebook, ez Mark Zuckerbergnek, az alapítónak a Facebook oldala, de nézzük meg a Meseworld, az egyik legnagyobb internetes portál. És voltak ezek a kis füle taboknak hívták, lehet látni a News, Boxes, de be lehetett rakni mindenféle alkalmazás, ami egy nagyon érdekes dolog volt, mert most először lehetett a Facebookon igazán interakcióba kerülni márkáknak, fogyasztókkal. És ez volt az az időszak, hogy egy Facebookban lévő hiba miatt nagyon sokan keresték meg az én ügynökségem az, hogy hát valamit csináljunk így, nem a tradicionális marketing érdekli, és voltak azok, akik talán emlékeznek néhányan, hogy több százezer meghívót kiküldött egy eseményre, és ezzel kiszűrte az emberek adatát, és annélkül, hogy engedték volna, meghívta az összes barátját. Ez egy agresszív, negatív kampány, aminek sok eredménye nem volt, olyan, mint mondjuk tavaly az indián neves. Kiszűrt 800 000 adatot, és abból lehet, hogy csak pár százan vásároltak. Egyáltalán nem hatékony. És statisztikák mutatják, hogy szinte 100% az, hogy a fogyasztókat zavarja az olyan üzenetek, amiket kéretlenül kapnak, amik nem érdeklik őket, azok a promóciók. És itt jött be a BeCreative-nak a gondolata, hogy négy egyedi, és nézzük meg, hogy hogyan lehet a felhasználói igényeket maximálisan kiegészíteni. Tehát hogy tudjuk megcsinálni azt, hogy csak a felhasználókat szolgáljuk. Különböző könyvek és gondolatok szolgálják azt, és mondják, hogy csak a fogyasztóról szól. Ha megismerjük a fogyasztónkat, akkor biztos, hogy sikeres lesz a vállalkozásunk.
ezt két szintre választottam én, amikor terveztem. Az egyik egy személyre szabott kommunikáció tömeges szinten, és ezt adatszűrésen keresztül lehet elérni. Az eredmény és a cél egy olyan személyre szabott tartalom, hogyha mondjuk engem a síelés érdekel, valakit pedig a inkább melegebb nyári sportokat szeretném megnézni, amikor rámegyünk egy utazási iroda oldalára, mindenki azt a tartalmat tudja megnézni, amit őt érdekli. Vannak különböző fogyasztók, ki tudjuk szűrni az ő adataikat, és különböző információk lesznek róla. Már nem a régi demográfiai adatokról kell gondolni, mint kor, nem, kereseti forrás, hanem mik azok a lifestyle adatok, azok az érdeklődési körök, amik valóban őt foglalkoztatják. És akkor létre tudunk hozni olyan honlapot, Facebook oldalt, hírlevelet, ahol mindenki azt látja, amit őt érdekli. Hogy ezt hogy érjük el, mi kifejlesztettünk egy algoritmust, egy olyan megoldást, amit Trackernek neveztünk el. És vegyünk egy példát, egy virágboltot. Akár itt Szegeden vannak virágboltok, meg kell nézni azt, hogy a konkurencia közül hogy lehet kitűnni. És miután ezen elgondolkoztunk, a második kérdés az, hogy mi a fogyasztói igény. Hiszen valaki rózsát, valaki tulipánt szeretne, és még ez egy nagyon egyszerű kétszintű tipizálása a dolgoknak. Igazából azt kell ismerni, hogy honnan jutunk hova, hol találkozik a fogyasztó velünk, és hova tudjuk őt eljuttatni. Általában ez az interneten egy Google AdWords vagy Facebook Ads kampánnyal érhető el. Hogyha itt szétdobálunk néhány dolgot, láthatjuk, hogy valahol elindul a Google-ön, esetleg bannerek lesznek, mint ahogy az Obama kampányban nagyon sok. Facebookra elér, lehet, hogy YouTube-ra megy. Igazából rengeteg közösségi hálózatot tudnánk választani eszközben. Kicsikét összeszedve, hogy mi is ez az útvonal. Az első a találkozás. Ez akár lehet offline is, vagy valamilyen ATL, tévéreklám, rendezvény, interneten, mindegy, lát valaki egy üzenetet, és ilyenkor nagyon fontos, lesz egy klikkelés, azt mondja, hogy engem ez érdekel. És utána a mi trackerünk a Facebooknak a Connect API-t úgynevezett programját használja, és bármivel összefűzhető, Google-el, Twitter-rel, LinkedIn-nel, és elérkezik egy promócióba, vagy pont azzal az aktualitással, amit mi jónak tartunk. Ez lehet sorsolás, kvíz, bármilyen nyereményjáték. És az utolsó út, hogy tag lesz, és az emberünk, a fogyasztónk akciót tett, és egy úgynevezett social site-ra érkezett. Nézzük meg ezt vizuálisan. Van egy hirdetésünk, azt feladtuk Facebookon, ráklikkel, ez már azt jelenti, hogy őt érdekli. Ez egy nagyon fontos pont, mert ha a tévével összehasonlítjuk, ahol lehet, hogy milliók nézik, de azt se tudjuk, hogy ki nézi. És azt se tudjuk, hogy mennyit tudunk elérni. Nagyon közvetett, nehéz piackutatások alapján kaphatjuk meg ezt az eredményt. De itt pontosan tudjuk, sőt, csak azután kell fizetnünk, akivel interakcióba kerültünk. Utána összekötjük bizonyos módon, és valamilyen VIP tartalmat adhatunk neki promóció gyanán, és elérjük őt. És a végén megérkezik egy honlapra, közösségi oldalra, rajongói oldalra. Nézzük meg a Facebook, a Red Bullnak a Facebook oldalának a példáját, ahol vannak ezek a régen tabok voltak, mint az előző screenen látható volt, most pedig ilyen kis részek van, fotók, Red Bull TV, atléták, játékok, alkalmazások, és ha lenyílna, még öt különböző személyre szabott alkalmazás honlap található a Facebookon belül. És ha még lejjebb görgetünk, hogy hogy kommunikál a Red Bull, látható, hogy nagyon sok eszközt vett igénybe, már jobb oldalon ott van az Instagram, ami egy teljesen másik platform, teljesen másik hálózat. És ha ráklikkelünk az egyik alkalmazásra, amit fent lehetett látni, akkor előjön ez az oldal, ami egy külön mikroszájt, ez lehetne egy mobil alkalmazás, bármi, de elérhető Facebookon belül. És itt már pontosan tudjuk, hogy ki az, akit érdekel. Ez az oldal amúgy különböző játékokra és aktivitásokra vissza Red Bullnál, és elkövet egy hibát, mert amikor itt ráklikkelek, kivisz a Facebookból, és elvesztem azt, hogy ki volt, aki eddig foglalkozott az én oldalammal. De nagyjából ez a négy pont, ami végigmegy. De forintosítsuk, hogy mi ez az érték. Mennyi forintot érhet egy fogyasztó? Egy fogyasztónak az akvizícióra, az említett mondjuk virágüzletnek a példájában. 50, 100, 200, 500 forintot.
Ha én azt mondom, hogy kimegyek a bolt elé, a virágbolt elé, és behívom a fogyasztókat, és megkérdezem a tulajdonos, hogy megéri neki, hogy én hívom be az embereket? Biztos azt mondom, hogy igen, valamennyi pénzt nekem ez megér, mert legalább bejönnek az emberek. Ha ezt én tovább viszem, és azt mondom, hogy csak azokat hívom be, akik a virágot iránt érdeklődnek, feltehetőleg még többet fizet érte. És ha ezt tovább viszem, hogy nem csak érdeklődik iránta, de most szeretnénk, és most szeretne valamilyen virágot venni, sőt én azt is tudom, hogy ő milyen virágot szeretne venni, és nekem csak akkor kell fizetni, ha én olyan embert viszek be hozzá, aki most szeretne egy bizonyos virágot venni, ami neki van, akkor az bizony többet érhet meg neki. Legyen egy nagyon minimális költése, kölcsön naponta 2000 forintot. Az havi mondjuk 20.000 forint, és a legfontosabb, hogy a meddő szórása nulla. Az azt jelenti, hogy ha végigmegyünk a gondolaton, találkozott valahol a reklámmal, az előző tipizálásunk szerint, és klikkel. Nyilván csak az klikkel, vagy csak az megy el egy oldalra, akit érdekel az a tartalom. És ha utána ő tovább megy, akkor össze vagyunk kötve, én megtudtam az ő adatait. A tracker algoritmusoknak köszönhetően személyre szabott ajánlatokat tudok neki adni, belép hozzánk, interakciók következnek, és nagyon piciben, ami alul van, az azt jelenti, hogy akció. Nagyon valószínű, hogy vásárolni fog egyből a fogyasztó. Mi az eredmény? A napi teljes költésünk 2000 forint. A Facebooknak a CPC költsége 6 cent, 6 dollár cent, az nagyjából 15 forint. Ha én azt mondtam, hogy 200 forintot ér nekem egy fogyasztó, az azt jelenti, hogy minden 13. kattintás után jön ki nekem az a költségem, az egy óriási, nagyon-nagyon sok, egy tucatig el tudunk menni a fogyasztókig, amik egyből nekem vásárolt kell csinálnom. Havi 100 új, lojális, elégedett fogyasztón van, akiről pontosan tudom, hogy mit akar, és úgy tudom fejleszteni az üzletemet, ahogy az neki jó, amit ő szeretne. Eddig nem lehetett olyan piackutatást csinálni, amivel ennyire meg lehetett ismerni a fogyasztót. És hogyha mondjuk átlagosan a költése egy fogyasztónak 3000 forint, akkor lett egy 300.000-es forgalma. És tudom azt, hogy 20.000 forint volt a havi költésem arra, hogy a fogyasztókat én meg tudjam venni. Ez hosszú távon ugye egyre jobban minimalizálva van. Ugye a költséghatárhaszon elmélet szerint minél tovább viszem az ilyen kampányomat, az elején a befektetésem nagyobb, hiszen ha nincsen még honlapom, ha nincsen integrálva ez a rendszerem, azt mind meg kell csinálni, de az eredményben hosszú távon a sok száz elégedett fogyasztó lesz. De miért ne lehetne akár 1000 fogyasztó? Hogyha ezt el tudtuk érni, miért ne érjük el ennek a tízszeresét? Miért ne emelném a költésemet a tízszeresére, hogyha annyival nagyobb forgalmat szeretnék. Igazából egyetlen egy a kérdés, hogy mekkora az a torta, amit szeretnék. Hogy van nekem az első vállalkozásom, a Be Kreatív, ami 100%-ban az enyém, és egy mikrovállalkozásként gyönyörűen működik, és évente egy olyan 300%-os növekedést tudok produkálni, ami nagyon nagy dolog. De lehet, hogy legyen egy másik tortám, amiben egy sokkal kisebb szeletem van, de jóval nagyobb az a steak, jóval nagyobb az a esély, amiért játszom. És itt menjünk át, hogy a startup, mint nagy növekedés előtt álló vállalat, miért is jó, és gyorsan elpicselem nektek, hogy mi is a tacskó. A közösségi média, mobil, tablet alkalmazásokat fejlesztünk, készítünk, egy picikét másképp. Nem azt mondjuk, hogy a spanyol viaszt feltaláltuk, és miénk az új Facebook, egyszer megnézzük, hogy az App Store-ba mik a legjobbak melyek a legjobb alkalmazások, a legjövedelmezőbb kategóriák, és azokban megnézzük, hogy mi a fogyasztónak a problémája. És ezekre a problémákra nyújtunk olyan megoldásokat, ami még nem létezik. Igazából ugyanaz, ami van, csak egy picit jobb. És egy folyamatos kutatásfejlesztéssel megyünk előre, és kialakítunk egy hálózatot. Ugyanis nem egy alkalmazást készítünk el ezáltal, hanem akár több tucatot hosszú távon. És a fogyasztóinkat egyre jobban megismerve, ki tudunk alakítani egy olyan portfóliót, hogy mindig a legjobbat tudjuk neki adni. És természetesen, mivel a közösség nagyon fontos, és a social entrepreneurship amúgy is egy olyan terjedő téma, ami
foglalkozni kell, mi is belementünk ebbe, és egy olyan águnk van, hogy vagy egy társadalmilag, vagy környezetileg érzékeny témát minden játékunkban és alkalmazásunkban érintünk, és olyan szervezetekkel világon az először dolgozunk együtt, mint egy startup, mint WWF vagy Greenpeace. Az elvem mögött az egy hibrid portfólió elv, hogy középen van egy menedzsmentünk, és kialakítottunk egy hálózatot, ami minden külön projektünkre van egy megbízható csapatunk. Mi megtervezzük az egészet, és kiválasztjuk azokat a partnerekkel, akivel garantált, hogy ezt a legnagyobb sikerre tudjuk vinni. Ezt úgy nézzük meg, hogy piacilag már hogy bizonyítottak ők, és mennyire tudunk mi jól együttműködni. Mi most az állapotunk? Talán akik foglalkoznak a startup témával, láthatták ezt a diagramot, hogy az egyetlen halála a startupnak az, hogyha elfogy a pénze, vagy pedig nincs ötlete. Miután növekedésnek indul, ha mindent jól csinál, szinte elkerülhetetlen a siker. Én azt tudom mondani, hogy évente 300%+ megy a tanácsadó kutatásfejlesztésű cégem, ami azzal foglalkozik pont, hogy megnézze a fogyasztói problémákat. Csak éppen meguntuk azt, hogy nem mindig ügyfeleknek dolgozzunk, hanem szeretnénk a saját dolgainkat is csinálni. Már volt egy 30 000 eurós angyal befektetésünk, amiből egy olyan business developmentet, egy vállalati felépítést tudtunk megcsinálni, hogy meglegyen ez a csapat, meg tudjuk csinálni a kutatásokat, és van is egy beta prototípusunk, illetve kettő. Megvannak az A-player-ök, tehát olyan szakmai támogató rendszerünk van, amiben tényleg a legnagyobbokhoz tudunk elérni. Ez mind köszönhető annak, hogy Kaliforniában tudtam tanulni, mind annak, akiket itthon el tudtam érni. És egy Jeremy, a Jeremy-t ki ismeri? Megint készfeltétellel. Az egy kockázati tőkebefektetőket támogató rendszer az EU által, hogy 70%-ot a befektetés összegének odaadja a befektetőnek, hogy ezzel segítse a gazdaság fejlődését. Egy ilyenre jogosult Jeremy egyessel már van egy indikatív ajánlatunk, egy törzsítünk, nagyjából 1 millió euró az az összeg, amire pályázunk, és jó esélyünk van rá. De mégis van egy nagyon nagy áj, mert lehet, hogy itt van az a szomorú része és tapasztalat, hogy Magyarországon vagyunk, és olyan rajtunk kívül eső dolgokkal szembe kell néznünk, amivel nem tudunk mit kezdeni. És ez két tapasztalat. Az egyik a legfontosabb, hogy hiába van ajánlás és tapasztalatunk. Nagyon-nagyon jó úton, bizonyított, jó a projektünk, szeretik a vezetői az adott befektetőnek. Prototípus nélkül szinte lehetetlen. Egy nagyon nem megfogható dolgot, mint például egy üzleti vagy kutatásfejlesztés. Hiába vannak ott a Fortune 500-as világvezető cégek ajánlásnak, itthoni legnagyobb vállalatok, nem elég. És a prototípus sem elég. Minél később kell megtalálnunk a kockázati tőkebefektetőt, annál jobb. Két okból. Egy, nagyobb az esélyünk, másodrészről annál kevesebb részesedést kell abból a bizonyos tortából feladnunk. És három, meg kell találni azokat a kapcsolatokat, és a munkánknak nagyon nagy része a lobbival megy el. Azt, hogy a Jeremy egyes kapcsolatokat megnézzük, és kitaláljuk, hogy ki a legjobb fit, ki az, akivel legjobban tudunk menni. És ez egy nagyon-nagyon nehéz munka. Hogy látom a jövőt? Mindenféleképpen a tudás átadásban. Hiszem azt, hogy akár, hogy itt vagyok Szegeden, egy olyan dolog történik Magyarországon, ahol rengeteget lehet leadni a hekatonokkal, hogy egy hétvége alatt valamilyen prototípust gyártunk, hogy odafigyelnek a nagy médiumok, a TechCrunch, a The Next Web, itt vannak, jönnek Kaliforniából, a Silicium Völgyből olyan rendezvények, akikkel együtt tudunk működni, és egyre több az olyan hazatérő szakember, aki a kint megszerzett tudását ide tudja vinni. Nekem a másik célom az az, hogy mentoráljak, és mindenkinek javaslom, hogy amit megszerez tudás, az kérje egy mentortól, vagy pedig vigye tovább, és ezáltal már szerencsére két startupnak vagyok a tanácsadói testületén, ami ugyanúgy sikerhez tud vinni az egyik. Múlt héten a Startup Sound a zágrábi fordulójával egy győztes. Hihetetlen jó érzés. A másik, hogy lean. Ha mondtam, hogy a tacskó anti-lean, akkor át kell mennünk, igenis újra kell gondolni, hogy lehet, hogy nincs is szükségünk kockázati tőkebefektetőre, akkor, ha van olyan partnerünk, akivel ugyanazt el tudjuk érni. A marketinget ki tudjuk váltani, a fejlesztést létre lehet hozni, akkor lehet, hogy nincs is szükség, és várjunk arra, amíg ők keresnek meg minket. És
és a következő fél évben folyamatosan fognak kijönni azok a prototípusaink, amiket eddig halogattunk. Ennek egyszerűen az az oka, mert találtam olyan befektetőt, aki nem pénzt ad, hanem a szakmaiságát és a kapcsolatrendszerét. És a másik, hogy ugyanúgy megyek tovább a Bootstrap-el, és a B-Kreatívban megszerzett ügyfeleknek, mint kvázi befektető jelennek meg, hogy velük együttműködve már 2014-es víziót is létrehozva, és ott tartunk, hogy megértik, hogy mi az a tracker, hogy miért jó, hogy személyre szabott tartalmat tudunk létrehozni, hogy egy specializált ágnak mondjuk egy banki szektorban miért nem csak az online banki alkalmazását kell átültetni, és mindezt Magyarországon. Amikor én 2 éve, 2011-ben hazajöttem, ez elképzelhetetlen volt. Többször megpróbáltam, és az összesbe belebuktam, mert nem értették, és nem volt életre a piac. És harmadik szintén zárásul ezeket a gondolatokat, néhány trükköt szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy integráció, integráció, integráció. Az a lényeg, hogy amikor a stratégiákat, marketing mixünket kialakítjuk, nézzük meg, hogy mivel lehet összekapcsolni. Ez nagyjából egy olyan alap kommunikáció elmélethez vezethető, 10-20-30 éve, hogy kommunikáltak a márkák, volt valamilyen médium, óriás plakát, tévéhirdetés, és azokon keresztül egy irányba, azt se tudták, hogy kihez, nagyjából belőtték a dolgokat. A következő szinten, amikor már voltak honlapok, fórumok, e-mailen, valamilyen call centeren keresztül lehetett jelentkezni, az volt a következő szint. És amikor a Web 2 megjelent, az volt egy óriási váltás, mert már nem az volt, hogy a márka van felül, és alul a fogyasztók, hanem a nép lett az úr. És a márka is csak egy ugyanolyan szereplő lett a közösségi térben, mint bármilyen másik fogyasztó. És nem az volt a cél, hogy befolyásoljuk a fogyasztót, hanem hogy párbeszédet teremtsünk köztük, és ki tudjunk alakítani ennek egy csatornáját. Hogy ez hogy néz ki? Ez a honlap lehetett volna akár 10 éve is, ez a GE-nek a honlapja, egy sima statikus felület, egy irányban működik, ő mondja el, hogy mit csinál, elég rossz a kommunikáció ilyen szempontból, mert nem viszi be, hogy a fogyasztója mit mond. Akár B2C-ről beszélünk, akár B2B-ről. A Facebook terjedésével és amikor a márkák marketing célra kezdték ezt használni, előjött, hogy inkább már a közösségi hálókon szerepelnek, ez a Coca-Cola-nak a rajongói oldala, és a home feliratnál, ami látható, az a teljes honlapjukat integrálták be a Facebookba. Ismerik a fogyasztót, személyre szabott tartalmat tudnak adni neki, és már egy interakció alakult ki. Ugyanolyan szereplő is, mint bárki más, csak többen követik. De nem befolyásol, csak párbeszédet terem. És ez, ha már valaki eljut ide akár ma 2013-ban, az is egy nagyon nagy eredmény. Mert így egy responszív kommunikációja felülete lesz. Lesz honlapja, Facebook rajongói oldalba ültetett honlap, és mindezt a mobilon keresztül is el lehet érni. De ha tovább lépünk, ennek a Red Bull egy nagyon jó példája, hogy látható itt a képeken a mikroszájtja, a YouTube csatornája, az Instagram csatornája, a Facebook rajongói oldala, egy saját mobil alkalmazása és egy saját mobil játéka. Ez az a social channel, ami egy olyan integrációt ad, hogy azt tudják mondani, hogy te vagy az én fogyasztóm, mindegyik ötöket más érdekel, én megteremtem azt a felületet, ahol neked a legkényelmesebb, ott tudod elérni az információt, és csak azt az információt kapod, ami téged valóban érdekel. A második dolog a szenvedély, ahogy a címet is adtam az előadásnak. Vegyünk egy példát, amit mindenki ismer, az Angry Birds-ből. Ismeritek a... Ki az, aki ismeri a bal oldalon lévő dolgot? Egy, kettő, három, páran ismeritek. Az volt egy olyan webes játék nagyjából 5 évvel ezelőtt, ami ugyanaz, mint az Angry Birds, csak néhány dolog hiányzik. Hiányzik a sztori. Hiányzik az aranyos karakter, hiányzik a megfelelő platform, hogy versenyezni tudjak magammal és a barátaimmal. És bum, egy ötletből lett egy jobb témával és egy szebb grafikával egy Angry Birds. Ez szerencse? A cég, aki csinálta ezt a játékot, úgy hívják, hogy Rovio. Egy finn cég, és az 51. próbálkozása volt, amikor bejött neki az Angry Birds. Előtte próbálta eladni Nokia-nak, Finnországban más partnereknek az ötleteit, kisebb sikerekkel, tehát működő cég volt, tudott előre menni, de nem volt áttörés.
és mivel szenvedélyesek voltak, és a játék a mindenük, és teljesen máshogy közelítik meg a dolgokat, ezért elértek ide. Egy új játékuk, az Angry Birds Space, 1-2 éve jelent meg. És azt találták ki, hogy az űrben indítják el ezt az alkalmazást, és mindenki mondta, hogy hát ti hülyék vagytok, nem lehet az űrben elindítani, a NASA ilyenben nem partner. Annyit mondott a marketing, és hogy próbáljuk meg. Megpróbálták, és sikerült. Amikor azt mondták nekik, hogy a merchandise, tehát az ilyen plüssbabák, meg ilyen hülyeséget nem fog működni, mert az több száz éves cégek uralják, próbáljuk meg, sikerült. Ezer dolog van, ami nem sikerült nekik, vagy nem úgy jött össze. Az Amazing Galaxy egy új alkalmazásuk nem ment olyan sikerrel. De mivel volt egy hálózatuk, azért ott is megfelelő letöltésszámot tudtak elérni, és már maga az a projekt is cashflow pozitív volt. És ez a harmadik trükk, a hálózat. Hogy teremtsünk egy olyan hálózatot a játékainkkal, alkalmazásainkkal, vagy a rendszerünk, ami van, hogy minél több fogyasztóknak egyrésztről tudjunk adni élményt, másrésztről pedig tudjunk a fogyasztókról meg minél több dolgot, és multiplikáljuk ezt a dolgot gyártósor elvel. Ez Fordnak a T-modell, az első sorozatgyártásba készült autónak a filozófiája, és gyönyörűen működik az interneten, illetve a mobil alkalmazások terén. Ha megnézitek, egy minimális grafikai különbség van, ez két különböző alkalmazás. Music, meg Game. Ugyanazon az elven, egy nagyon hangzatos szóra, keresőmarketing természetesen jó, mert mindenki beírja ezt az App Store-ba. És nézzük meg az eredményeket. Ez a játék főként reklámokból monetizált, és különböző mobil hirdetésekkel foglalkozó céggel szerződött le, és látható, hogy 14 000 bevétel hozott mind a kettő. Minél több ilyenünk van, minél több ilyen kis alkalmazást hozunk fel, hozzon csak napi 5-6-10 dollár. De ha van 100 ilyenünk, vagy 1000 ilyenünk, egyre jobban fogjuk tudni mozgatni a fogyasztókat. Mindez, amiről beszéltem, zárásul úgy definiálnám, hogy közösségi élmény, ami egy nagyon világos értéket ad a brand számára. A legfőbb értéke az, hogy a brand megérti, milyen közösségi élményt akar a fogyasztó, és ezen élmények közül melyek azok, amik a fogyasztónak az érdekeit leginkább szolgálják, és a marketing cél is ezzel azonosul. És köszönöm szépen! Van bárkinek kérdése? Szeretnétek még egy példát? Nekem lenne, hogy mi reményed szerint a Facebook a jövőben mennyire lesz képes betölteni ezt a központi social media marketing szerepet? Szerintem a neve predesztinálja. Ugyanaz lesz, egy Facebook, egy olyan telefonkönyv, egy adathalmaz lesz, amit mindenki használni fog azért, hogy a saját alkalmazását tudja csinálni. Mondtad, hogy van valami pályázati lehetőség, ezt ami volt az fontos? Jeremynek hívják, ez nem pályázat, tehát nem a magyar ilyen támokos, meg támokos, nem tudom milyen pályázatokra kell gondolni. Maga ugye a Venture Capital az úgy működik, hogy van egy befektető cég, aminek vannak tulajdonosai, illetve részvényesei, és beraknak pénzt, és eldöntik, hogy milyen projektekre fektessenek be. És az EU annyiba segít, hogy amikor megalakultak ezek a kockázati tőkebefektetők, és beleraktak mondjuk 300 egységet, vagy mondjuk 1 millió euró, vagy 1 milliárd euró a céljuk, akkor nekik csak 300 milliót kell berakni, és 700 milliót hozzáad az EU. Nekünk, mint startupoknak, vagy akik szeretnénk ilyennel foglalkozni, azt tudjuk, hogy megkeressük a Jeremy egyben, azt hiszem 8 ilyen venture capital van, most már van egy Jeremy 2 néven futó dolog, ott több olyan 10 cég van, akivel lehet foglalkozni, hogyha beírod a Google-be, akkor pontosan megtalálod őket. De van még egy kis időnként, hoztam egy számítást, ez egy picikét szárazabb dolog, de magát az értéket szeretném definiálni, hogyha lebontjuk azt, hogy mégis az említett virág üzlet esetében mivel megyünk bele, ezt megmutatom nektek gyorsan. Megnéztem, hogyha egy 3 szál rózsát szeretnék mondjuk
venni csokorban, egy budapesti virágüzletet hívtam fel és kérdeztem meg. A rózsának nagyjából 500 forint lehet a bekerülési költsége, bár elmondták, hogy ez óriási üzleti titok. Per rózsa mondjuk legyen az egyéb költség, ami mondjuk a fenntartás, bér, bármi, 200 forint, de ezt akárhogy lehetne egy Excelben húzogatni, hogy mennyi. És a kérdés, hogy mennyit fizet, lehetne fizetni ugye egy nap összesen, és megnézzük, hogyha egy rózsával mondjuk az összköltségünk ugye 300 rózsa kerül 3850 forintba, a bekerülése per darab 500 forint, a rózsabolti egyéb költsége 200 forint, és ugye a trekkörből vitt díjunk az pedig ugyanúgy 200 forint, az összköltségünk 1900 forint lesz, és a profitunk 1950 forint. Tehát, hogyha megnézzük ezt mondjuk fogyasztókra, és azt vesszük, hogy napi 5 fogyasztót azért be tudunk hozni, úgyhogy 4 új és 1 visszatérő vásárlónk van, ugye az 5 fogyasztó 30 mint 1 hónappal megszorozzuk, akkor lesz majdnem 300 000 forintunk, és ha ezt 12-vel szorozzuk, akkor 3,5 milliós profitunk lesz, tehát ez már a profit, amit kalkuláltunk vele. És szerintem egy kis vállalkozás működtetésének ez egy teljesen kellemes profit. Ha megnézzük az értéket, ez már egy nehezebb táblázat. Itt azt mondtam, hogy de költsek egyre kevesebbet az adatszűrésre, és amikor kialakult az a 100-100 darab havi lojális fogyasztom, utána egyre több legyen a visszatérő, hiszen azért lojális, és egyre kevesebb legyen az, akit újat viszek. Ez 4 millió forint profitot tud eredményezni egy évben. Az évi tracker költség 240 ezer forint volt. Nagyjából 240 forint per fogyasztó, és lett 1000 új, hosszú távon megtartható lojális fogyasztó, akit pontosan ismerünk. Azt hiszem, hogy ez nagyon jól mutatja az értékét egy KKV-nál, és el tudjuk képzelni, hogy mondjuk egy nemzetközi brandnél ez mennyire ütős lehet. Köszönöm. Nekem lenne egy kérdésem, hogy ez a tracker, ez hogy működik? Beépítem a websájtomba, és utána mérje a felhasználókat, vagy már a Facebookon is tudom valahogy terelni azokat, akik? Ugye volt az a dia, ami az a 4 lépés. Bárhova be tudod építeni, mindegy, hogy egy weblapod van, Facebook oldalad, Twitter oldalad, LinkedIn-en vagy benne, mobil alkalmazásod, mindegyikbe be lehet ezt a fórumot építeni. Jó, a másik pedig még, említetted, hogy két startupnak is vagy a mentora, és az egyik a zágrábi Startup Zone-nál éppen nyert. Ezekről tudsz mesélni valamit, hogy mivel foglalkoznak, mit csinálnak? Az egyiket tudják, hogy Island Guide. Igazából, ahogy én szoktam ezt elmondani, olyan, mintha fognánk az aranyoldalakat, a térképeket, és ezt elérhetővé tennénk egy telefonban. Ez annyira még nem egy nagy dolog, mert kb. Google Maps, meg mondjuk TripAdvisor, csak hogy ez offline elérhető. És az a nincse, hogy nincs ma olyan alkalmazás elérhetően, ami egy offline módban biztosít térképet szigeteken, nagyon fontos, hogy ez szigetre fókuszál, úgy, hogy bármikor, amikor wifi-n van, akkor frissíti a promóciókat, az eseményeket, és tájékoztat minket ugyanúgy a preferenciánk alapján, hogy mi mit szeretnénk. Nagyjából ezzel foglalkozik, egy olyan 6 szigeten van, a Karibi térségben, Indonéziában, Tájföldön is van, van pár tízezer letöltése most, és neki is volt egy angyal befektetője, és most éppen arra készülünk fel, hogy májusban megyünk Amerikába, és egy ott például amerikai tőkebefektetőt keresünk egy pár millió dolláros szinten. A másik, az még nincs egy ilyen előre haladott állapotban, őt Cordidate-nek hívják, és igazából a legjobb randi élményt szeretné elhozni, de nem azzal, hogy megtaláljuk, tehát ez nem egy társkereső. Csak azt mondja, hogy akár most ismerkedünk valakivel, vagy már a 30 éves házasság évfordulónkat tervezzük, a mi preferenciánk szerint be tudjuk állítani az esti programunkat, hogy hova szeretnénk menni, meg lehet mondani, hogy egy vacsorával kezdünk, utána egy borozás, egy mozi, utána egy tánc, és a kategóriának és a mi anyagi lehetőségünknek, lokációnknak, stílusunknak megfelelően összeáll egy csomag. És ezt a csomagot megoszthatják az emberek, véleményt mondhatnak, és ma nincs a neten egy olyan értékelő oldal, mint a Foursquare vagy a Yelp, hogy csak a legnagyobbakat mondjam, ami nem mint egy hely közelíti meg az adott részt, az adott
szórakozó helyet, vagy mondjuk éttermet, hanem úgy, hogy ez mennyire alkalmas randizásra, és összekapcsolva mennyire jó randizni. Itt kész van a motor, van egy bétánk, ő is amúgy bejutott ugyanerre a zágrábi döntőbe, tehát nagyon jó eredménye az zár, pedig még semmilyen külső eredményt nem mutatott be. Abban állunk, hogy a haver vagy, hogyha páran ismeritek, az egy 7000 fős közösség, ott a tulajdonosa azt mondta, hogy ahogy ez kész van, szeretné rávinni a 7000 embert, hogy megnézzük, hogy hogy ajánlja. Én úgy gondolom, hogy amikor mi startnál leszünk, ez nagyon, hogy egyből 7000 aktív felhasználói visszajelzést tudunk megkapni, mint első fogyasztó. Köszönjük. Én is köszönöm. Kérdés? Valaki más? Köszönjük az előadást!